Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Jártak-e úgy manapság, hogy nézegették a közösségi megosztót, és megláttak egy régi kedves ismerőst, akivel nagyon régen beszélgettek, el is vesztették a fonalat, vajon hol él, mit csinál, mivel foglalkozik, és ezen a megosztón egy örömével találkoznak éppen. Na, hogy megfordul az ember fejében, hogy jó lenne megtudni, hogy mit is csinál, mi van vele. Így jártam én is, és ezért hívtam meg mai vendégünket, akit bizonyára önök is nagyon-nagyon sokan ismernek, hiszen része volt a városnak, és most is elmondhatni, hogy a város zenei klub életének része. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Tunyogi Gábort. Jó napot kívánok! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Rengeteg jó emlék és fiatalkori emlék fűz azokhoz a munkákhoz, amelyeket te követtél el, és hát ugye tudjuk, hogy a városban működő kereskedelmi rádióban is rendszeresen találkozhattunk, hiszen ott is mindig megjelentél. Hogy kezdjem mindjárt ezzel, hogy valójában miért nem lett belőled rádiós? Nagyon jó kérdés. Valamiért én a zenéket mindig úgy próbáltam bemutatni, hogy legyen egyből egy visszacsatolás, élő visszacsatolás emberek részéről egyrészt, tehát azt tudjuk, hogy a rádióban csak egy üvegfal látszódik, max. Egy technikus, tehát nincs azonnal visszacsatolás, ráadásul sejpítek, és egy picit össze is vagyok, tehát... Na azért vannak ilyen nagy rádiósok. Most már vannak, de akkor azt hiszem, hogy annyira szigorúan vették a mikrofon engedélyek kiadását, és tulajdonképpen ezért nem lehettem A-kategóriás DJ sem, mert felvettem ezt a sejpítő sztorit valamire a gimnáziumba poénból, és rajtam ragadt, és egyszer nem vagyok hajlandó ezen változtatni. És annak idején a rádióban fontos volt, hogy valakinek tiszta és érthető legyen a beszéd, és ne legyen beszédhibás. De úgy érdekelt volna? Egyébként igen. Igen. Menjünk vissza a fiatal korodra, hiszen Székesfehérváron nőttél fel. Hol jártál iskolába? A akkori Münich Ferenc általános iskolában kezdtem, testnevelés tagozatra jártam, és utána a Vasvári Pál gimnázium szintén testnevelés tagozatára jártam 4 évig. A legjobb helyre. Imádom a mai napig, és nagyon büszke vagyok, hogy Vasvár is voltam. Illetve hát felvételt nyertem a TF edzői szakára, mert én a gimnáziumon egy időben csináltam fakultációként az edzői szakot, a TF-en volt a vizsgám, viszont a gimnázium után, és erre majd visszatérek, hogy miért is, mert ennek több oka volt, akkor nyitottam meg kapuit az Árpád középiskola vagy szakmunkásképző intézet, és ennek volt egy érettségi utáni története is, tehát azt mondom, hogy fogtechnikus képzés, rádiótévéműszerész képzés, és az összes sportágból sportolókat akkor megkerestek, hogy legyenek kedvesek, bármi is történt, 2 évet ott eltölteni, akár sportprotekciósként is, mert akarnak indulni ilyen diákolimpiákon, és hogy jó lenne, hogyha az iskola egyből ezzel a történettel kezdene. Úgyhogy egy picikét akkor még úgy tűnt, hogy halasztom a TF-re való menetelemet, aztán később úgy döntöttem, hogy el is engedtem a sztorit, és akkor 2 év még az Árpádban. Már csak azt nem árultad el, mert az kiderült, hogy tinédzser korod meghatározó része volt a sport, hiszen senki nem megy sporttagozatra úgy, hogy ne lenne fontos az életében a versenysport. Milyen sportágot tűztél? Kosárlabdáztam. Kosárlabda. Pedig azt nem mondhatnám, hogy 2 méter magas vagy, egy kemény kihívást tett. Nem voltam soha magas, viszont nagyon jól dobtam. Kintről, és igen, tehát irányító bedobóként. Itt a Székesfehérvári csapat. A városi sportiskolában kezdtem, a VSI-ben, vagy VSI. Utána a Videoton igazolt játékosa lettem, majd volt egy kis kitérőm, nagyon fiatalon még az NB2-es Sárbogár DVD-be a Sajni Pisti, Tajti, tehát a régi kiöregedett Videotonosokkal tudtam eltölteni 2 szezont, és utána tértem vissza az Alba régiába. Még szintén ifiként. Milyen eredményekre emlékszel szívesen? Hát a VSI szinten mindent megnyertünk, országos bajnokságot, tehát szerintem az összeset, amiben indultunk, aztán Videoton színeiben is szerintem mindent megnyertünk, talán minden kupát, minden bajnokságot. A Sárbogár DVD az egy óriási élmény volt, idős, rutinos játékosokkal eltölteni 2 évet, ott tényleg nagyon sokat tanultam, és nagyon jó volt a közösség. Ott úgy tudom, most utólag el lehet mondani, hogy mivel anyagi problémák lehettek volna, nem jutott fel a csapat az NB1-be, de szerintem megtehette volna, hogy NB2-ből felkerül az NB1-be, és utána az Alba régiával is voltak már sikerek, ott nem tudtunk országos bajnokságot nyerni, de imádtuk minden percét, mert nagyon jó volt
a csapat és a csapatszellem. Mai felnőtt életedben érzed a sport hatását? Tehát hoztál valamit? Minden nap sportolok. Tehát igazából a testnevelés órák ugye részei voltak minden nap az életemnek, majd később a reggeli edzések. Tehát a gimnáziumban sokszor úgy mentem már, hogy volt egy reggeli edzés, onnan mentem gimibe, és én ez annyira hozzászoktam, vagy legalábbis a testem annyira hozzászokott, hogy a mai napig minden reggelt a sporttal kezdem, és csak utána indul a napom. És szoktam mondani, hogy másnak a cigi kávé, a reggeli ébresztő nekem egy jó edzés a mai napig. És az életedben mennyire érzed, mit tanultál a sporttól, mit segít az a mindennapi eligazodásban, hogy valaha élsportoló voltál? Fegyelmet, csapatszellemet mindenképpen, és hát nagyon fontos, hogy ebben a testben kell leélni az életünket, és ilyen szempontból egyetlen percet sem bánok már. Akkor sokszor fájt, sokszor elegem volt, és sokszor nem volt már hozzá kedvem, de úgy gondolom, hogy ezek a fájdalmak, meg a komfortzónából való kimozdulás az, amit magammal hoztam, és ez a mai napig nem okoz problémát az életben. Aki napi 2-3 edzéssel tölti az életét, az kevesebbet gondol arra, hogy mi lesz majd a sport után. Tehát itt tényleg ugye a továbbtanulás, vagy mi szeretnék lenni. Neked volt bármilyen terved? Tervem nem volt, valóban testnevelés tanár szerettem volna lenni, és kosárlabda edző, tehát nagyon szerettem volna fiatal gyerekekkel foglalkozni. Tehát a tervem az volt, hogy alsó tagozatos gyerekeket tanítsak. A fakultáción is ilyen volt a Vasváriban, tehát mi tartottunk 2 éven keresztül testnevelés órákat. Aztán az akkori György Oszkár téri általános iskolában. És imádtam a picikkel foglalkozni, szerettem azt a kis csillogást a szemükben, szerettem, hogy bármit mondtunk, megcsinálták, láttuk rajtuk, hogy élvezik, és én erre akartam feltenni az életemet. Csak volt emelt még egy szerelem a zene, ami folyamatosan kísért, és akkor én nem tudtam, hogy fontos lesz az életemben. Mikor döntötted el akkor, hogy hogyan tovább? Tehát végeztél azzal a 2 évvel is, gondolom, igen, és akkor utána valamit csinálni kellett. Hát igazából az első élmények azok úgy jöttek, de úgy, hogy arcú csaptak, hogy az érettség után elmentem Siófokra dolgozni. Akkor még egy ilyen panzió étterembe mentem, és hát akkor egyszerűen minden munkanap után az egész csapat elindult, és ment szórakozni hajnalig, majd indult az egész munkanap folyamatosan tovább, és... Az a bizonyos két végén a gyertyát, már hát, fiatalon. Fiatal voltam, megtehettem, bírtam is, visszatérve a sporthoz, igen, tehát nem okozott problémát. Én egyébként alkoholt azóta sem nagyon fogyasztok, akkor sem akkor ittem először talán, mert egyszerűen belém erőltették, az egy kicsikét talán dopingolt is, hogy mindig elinduljunk este. És egyrészt a vendéglátás volt az, ami engem nagyon megfogott, hiszen igazából addig csak az asztalnál ülő vendégként láttam, hogy mi folyik egy étteremben, vagy mi folyik egy vendéglátó helyen. Ott viszont megtapasztaltam a háttérmunkát is, és ráadásul nagyon profi tulajdonosok vezették ezt a panziót és éttermet, mind a ketten akkor, ugye még a 80-as évekről beszélünk, ők Németországban tanulták a szakmát, ott is vizsgáztak, tehát szöges ellentéte volt az ő munkamoráljuknak és vezetésüknek az akkori balatoni vendéglátással. Ez a mindent is eladunk, és többször, ha kell, ők nem. Ők odafigyeltek a vendégre, tanítottak minket, és egy olyan csapattal mentek neki a szezonnak, hogy tulajdonképpen nem volt szakmabeli senki. Tehát én hegesztőkkel dolgoztam ott együtt, akik nyáron lejöttek dolgozni, volt, aki vadász volt, volt, aki esztergályos volt, tanár, és egy ilyen csapatból raktak ők össze minden szezonra egy olyan profi tímet, akiknek a munkáját a legtöbb külföldi vendég nem is vette észre, hogy nem szakmabeliek dolgoznak abban az étteremben. Tehát ez a vendéglátás volt, ami nagyon megfogott. Te mit csináltál ott, a létre alsó foka volt? Nekünk mindent kellett, milyen forgóba voltunk, tehát a fekete mosogató egyik héten, aztán fehér mosogató másik héten, aztán felszolgálás és konyha. Tehát ilyen, azt mondják, hogy ilyen a jó forgóba. Főnök itt kezdi. Hát igen, és mondom, nagyon, nagyon szervezett volt a csapat, és odafigyeltek arra, hogy nem vagyunk szakmabeliek, elmagyaráztak mindent, türelmesek voltak, és mi meg láttuk az eredményét, hiszen minden nap tele volt az étterem, és minden nap elégedett vendégek mentek el onnan, és ráadásul nagyon, és mivel Németországban tanult a két olyan, most nagyon sok akkori világsztár, tehát olimpiai boxolók, akár színészek jöttek hozzájuk, mint barátok, és nekünk azért
Ez egy nagyon nagy történet volt, hogy mi látunk ilyen embereket testközelben, és ők is elégedettek a mi munkánkkal, még ha háttérben is voltunk, és nem köszönték meg, mert ezt nyilván láttuk. Tehát ez meghatározó volt abszolút, akkor életedben. Tehát akkor, mint a vendéglátással, akkor találkoztam először, és azonnal megfogott. A másik pedig az, hogy a nyár végén rá kell jönnünk, hogy a legnagyobb király a Balatonparton a DJ. Tehát, hogy elmentünk szórakozni, és látok, hogy a DJ-nek mekkora befolyása van az emberekre, hogy mennyire imádják, mennyire odafigyelnek rá, hát főleg a csajok, tehát hogy nagyon könnyű csajozni egy DJ-nek. Tehát erre azonnal rájöttünk, és akkor volt az első döntésem, hogy talán a zenével kéne foglalkoznom jobban, és én szeretnék DJ lenni. Tehát ott akkor megcsillant ez a remény, hogy miért ne. És mégpedig úgy, hogy én akkor már gyűjtöttem a zenéket kazettákon, mi általában egy bizonyos szabadtéri szórakozóhelyre jártunk, a Mólóhoz, Siófokon, minden este, és én akkor vittem az akkori DJ-nek egy-két olyan számot, ami új volt, mert a német tulajdonosokkal jött a zene is. Tehát ők napra készen kapták a műsoros kazettákat a legújabb zenékkel, nekem ezt odaadták, át is tudtam másolni, és akkor jött egy-két új zene, akkor vittem oda a diszkos, hogy légy, játsz már le. És akkor ő mondta, hogy nem, mert szerint ebből nem lesz sláger. És ebben volt Depeche Mode, ami a mai napig sláger, volt egy Sabrina Boyce, ami azt hiszem a mai napig a retro műsor rész, és azt mondtam, hogy ha te nem játszod le, majd én. Mert megmutatom, hogy ezek jó zenék, és valahol szerintem itt jött az a döntés, hogy én ezt megpróbálnám. Nekem ez mostanság derült ki sok évi ismertség után, hogy te valójában diszkós is voltál, meglepődtem, mert ugye vendéglátósként ismertelek meg itt Székesfehérváron. Szerintem kimondhatjuk a nevét, hiszen ha jól tudom, már nem működik az intézmény, ilyen néven semmiképpen nem, ez pedig a Bahnhof, aminek különlegessége volt, hogy nem véletlen volt a neve, ugye, mert hogy a vonatokhoz tartozott az az épület, és úgy is majd volt berendezve. Igen. Hogy kerültél el odáig? Tehát milyen út vezetett a Bahnhofig? Hát a döntésemet követték. Tehát az Árpádban még inkább megerősödött a tudat bennem, hogy ezzel kéne foglalkozom, hiszen a testközelbe kerültem a hangszórókkal, erősítőkkel, mint műszerész tanuló, és igazából csak erre fókuszáltam, tehát engem a többi része nem is érdekelt, és mint sportoló meg is tehettem, hogy csak azzal foglalkozzak, ami valóban érdekel. Tehát itt már elkezdtem erősítőkkel, keverőkkel, hangfalakkal foglalkozni, és a következő nyár végén elmentem egy úgynevezett DJ táborba, ami akkor még volt. És arról szólt az egész, hogy akkori nagy nevű DJ-k tartanak előadásokat, leendő DJ-k, vagy már meglévő DJ-k ott elmennek, beszélgetnek, esetleg tapasztalatokat cserélnek, és úgy gondoltam, hogy erre rászánok egy hetet, már csak azért is, mert zenéket tudok gyűjteni. Tehát fogtam a cokmokomat, az felső tárkányban volt a tábor, mentem a kis magnómmal, a keverőmmel, és én azzal a céllal mentem, hogy én egész nap zenéket fogok másolni. És ott tudtam meg a táborban, hogy ennek egy teljesen más értelme volt, mégpedig az, hogy vizsgázni fognak az ott lévő tanulók, mert akkor minden évben kellett DJ-ként vizsgázni, és negyedik év után mehetett az ember kategóriára, tehát akkor kapott végleges engedélyt ahhoz, hogy diszkos lehessen, és ezt ott tudtam meg, hogy lehet DJ vizsgát tenni, sőt, hát illik is. Megjelenhettek nagyok, biztos, hogy igen, volt olyan. Hát az Arató, az Éliás tartottak előadást, talán a Cintula is ott volt, ha jól emlékszem, akkor jöttek grafikusok, hogy kell plakátot tervezni. Tehát igazából ott kaptunk egy komplex történetet erről az egész szakmáról, és ott meg az nem tetszett, hogy mindenki le akart minket beszélni róla. Hogy ez 88-ban volt, akkor úgy látták az akkori nagyok, hogy lecseng ez az egész diszkó történet, hogy ennek már vége van, szerintük nem is érdemes ezzel már foglalkozni. És akkor mondtam, hogy már csak azért is. Tehát, hogyha ezek az emberek úgy gondolják, hogy ez most itt tart, nekem teljesen más elképzelésem volt. Én úgy gondoltam, hogy csak most jön a java, és hogy most jönnek olyan, vagy most jött egy olyan műfai váltás, amivel szerintem érdemes próbálkozni, ha ők nem is akarnak, akkor megpróbálom. És tulajdonképpen ott le is vizsgáztam. Úgyhogy nem is vizsgáztam. Ez is egy érdekes történet, egyébként talán egy perce belefér. Nekünk úgy kellett, hogy bemutatkozzunk egyből egymásnak, mint DJ növendékek, hogy be kellett mutatnunk egy DJ szettet, ami akkor úgy történt, hogy kazettára ki kellett másolni 5 vagy 6 ilyen, talán nem tudom, 6-8 dalból álló
DJ szettet, és úgy kellett előadnunk ott a többiek előtt, mint a diszkóba lennénk, de mellette magunkról kellett információkat átadnunk, hogy megismerjük egymást. És annak idején volt egy ilyen DJ Disco Info nevű újság, amit én már járattam, nyilván abból tudtam, hogy van ez a diszkótábor is, és hát mindenki az abból szerzett információkat próbálta elmondani, mert hogy nem volt más forrásunk, csak ez a Disco Info, vagy akinek voltak külföldi rokonai, akkor Bravo Popcorn, tehát ezekből tudtuk meríteni, és nekem szerencsémre a Bravo Popcorn volt a másik, mert abban rengeteg sztori volt, meg pletyka. És ez engem mindig jobban érdekelt, mint az, hogy ki melyik évben alakult, hány lemezt adott ki, mi volt a dal címe. Ez engem valahogy annyira nem fogott, meg ellenben maga az ember, aki a dalok mögött van, igen. És én egy olyan szettet adtam, gyorsan ott kevertem össze az ebédszünetben, mert én nem készültem erre, gyorsan összekevertem egy ilyen szettet, és csajokról szólt az egész. A Sabrina volt benne, a Madonna, a Samantha Fox, hát ezek az akkori menők, és előadtam egy olyan szettet, ami pletyka. Pletyka szinten volt erős, és mellette mutatkoztam be. És érdekes volt, mert minden szett után elmondhatták az emberek a véleményüket. És amikor én végeztem, akkor senki nem jelentkezett, hogy véleményt mondjon, és én akkor kicsit elbizonytalanodtam, és azt, hogy vége van. Tehát, hogy úgy látszik, hogy mégiscsak a lexikális tudásra kell itt rámenni, mert ez így nem biztos, hogy sikerült. És amikor a tábor végén hívták be névsorban a vizsgázókat, akkor engem nem hívtak be. És akkor mondtam, hogy ez akkora gáz lehetett ez az egész, hogy itt akkor vége van, és nagyon el voltam keseredve, viszont amikor osztották ki az engedélyeket, akkor engem külön kiemeltek, hogy hát ő más. A felvételi mindjárt meg volt a vizsga. Más, mint a többi, és akkor viszont megerősödve hittem azt, hogy talán. Élvezettel hallgatlak, csak félek, hogy nem lesz időnk végig menni, úgyhogy egy kicsit fel kell, hogy gyorsítsuk. Ezután Budapest? Nem, Fehérváron kezdtem, az akkori Barátság Presszóban. Ott kaptam helyet, és ott már egyből úgy kísérleteztünk, hogy nem is volt, tehát kicsit rendhagyó voltam, hogy ugye kötelező volt lassú számokat játszani, nekem a lassú számok élőbe mentek, egy orgonista ismerős adta elő a lassú számokat, én pedig diszkóval mentem tovább. Ez nagyon bejött ott egy-két embernek, és rá kis időre elmentem aztán egy Polgárdiba, aztán Balatonbozsok, majd Enying, tehát jöttek ezek a felkérések, és mikor Enyingen voltam, akkor az Alba Bárból kaptam egy megkeresést, egy kislány jóvoltából, aki akkor talán irodista lett az Albában, vagy ugye hát akkor ez még egy szálloda volt, és azt mondta, hogy úgy gondolja az igazgatónő, hogy váltani kellene a DJ-nél, amit én el nem tudtam képzelni, mert a Jaja Lajos volt akkor a diszkós, videodiszkóval, én talán kétszer, ha be tudtam menni arra a szórakozó helyre, és mondtam, hogy hát ez figyelj, ez vél profi, tehát hol vagyok én ettől, és behívtak egy beszélgetésre, egy meghallgatásra, majd pár hónap múlva lesz az egyik kis barátom, Horváth Tomi, hogy ő menne oda, neki van lemezjátszója, és hogy mit szólnánk hozzá, nekem meg engedélyem van, hogy próbáljuk meg, és akkor elkezdtük az Alba Bárt. És akkor 3 évig az Alba Bárban voltam DJ, minden nap nyitva voltunk, és mellette még ment Enying, tehát én itt kezdtem Székesfehérváron, és a nyaranta a Balatonra is le tudtam jutni, tehát 4 szezont megcsináltam a Balatonon, és a Balatonon kerestek meg, hogy szerintük jó lenne, ha Budapesten egy akkor átalakuló diszkóba mennék, és ez volt a Haligali először. Csak oda augusztus 20-án fel kellett volna mennem, és mondtam, hogy a szezon nálunk még októberig tart, tehát biztos, hogy nem tudok elmenni. És a szezon után mentünk a Haligaliba, és ott mondták, hogy figyelj, ide már nem jó, találtunk valakit. Ellenben a Óbudán van a másik nagy diszkó, a High Life, ahol most kétszintes lett a szórakozóhely, és úgy hallották, hogy ott lenne lehetőség, és tehát vidéki süttyóként oda mentünk, megkaptam a lehetőséget, ami szintén egy nagyon érdekes történet volt, és én ott aztán 7 évig ott maradtam házigazdaként a High Life-ban. Az nagyon hirtelen bezárt, tehát egyik napról a másikra, és akkor ott lógtam a levegőbe, tehát az volt az első nagy hullámos ott az életemben, hogy a mindenből lekerültem a semmibe, és az akkori feleségem révén elindultunk külföldre, ő már kint dolgozott Ausztriában, akkor kimentünk oda, akkor Németországba, és végén Belgiumba sikerült még egy-két helyen zenélnem. Viszont akkor már tanulva ebből, hogy bármikor bármi bezárhat, nem szeretnék függni senkitől, ott már a klub üzemeltetést néztem leginkább, vagy azt tartottam szem előtt, és akkor határoztam el, hogy én inkább nyitok egy sajátot újra,
és akkor nem függök senkitől. És úgy jött 2004-ben a lehetőség, hogy láttam, itt voltam Fehérváron édesanyámnál, láttam, hogy ki van írva az épületre, hogy eladó. Megkerestük a tulajdonosokat, először vételi szándékkal, majd amikor leültünk beszélgetni a Cserkóval, meg a Losonci Palival, aki a mai napig az épület tulajdonosa, megkérdeztük, hogy mit szeretnék, és elmondtam a terveimet. Ugye egy akkori előtte egy élőzenés hely volt, én mondtam, hogy én szeretnék diszkót csinálni ebből az egészből. Először mosolyogtak, szerintem szimplán hülyének néztek, elmondtam a terveimet, és akkor azt mondták, hogy figyelj Gábor, kezdjük el, de nem adjuk el a helyet, hanem benne vagyunk ebben a projektben hárman, legyél a negyedik, és akkor négyen csináljuk, úgyhogy te viszed egy személybe a helyet, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz belőle. És azt hiszem, hogy azóta ez már történelem, mert az első nyitóbuli után ez 7 évig telt házas szórakozó hely volt Fehérváron. Elképesztő emlékeid vannak, hiszen világsztárokkal dolgoztál együtt. A világsztárokkal, amikről majd később, mert látom, hogy ez a beszélgetés két részes lesz, úgyhogy később tudjuk megmutatni azokat a képeket, amiket hoztál róluk, de velük itt Magyarországon találkoztál, vagy külföldön? Hát ez vissza kell mennünk a High Life Discoig Budapestre, tehát ez egy akkoriban, amikor oda kerültem, és hogyha most már van idő, akkor ezt elmondanám, hogy... Még maradt két percünk, aztán lesz majd még egy műsorunk, igen. Hát ott, amikor oda kerültem, ez egy kétszintes szórakozó hely volt ugyan, de mind a két szinten ugyanolyan zene szólt. És én akkor mondtam, akkor már belementem ebbe az elektronikus zenei világba, hogy akkor még ott a funky volt inkább az elismert műfaj, én mondtam, hogy nagyon szívesen lemennék az alsó szintre, mert ott világítópadló, világítóoszlop, egy nagyon modern diszkó volt, és hogy én oda más milyen zenét terveznék el, és mivel megkaptam a lehetőséget, és működött, és nagyon, nagyon elindult a szórakozó hely, és nagyon sok külföldi járt hozzánk. Tehát annak a diszkónak külön buszparkolója is volt, mert nagyon sok holland, olasz turista érkezett hozzánk kizárólag célirányosan erre a szórakozó helyre, és bizony köztük voltak olyan emberek, világsztárok, akik jöttek Magyarországra, és őket, nekik ezt a szórakozót ajánlották, és először visszajöttek beugró vendégként, majd voltak páran, akik többször visszajöttek hozzánk, mert azt mondták, hogy ez nekik nagyon tetszik a zene, és hogy a testőrökkel együtt érkeztek. Volt, aki videoklipet is forgatott nálunk, külföldi előadó, és igen, minket így bemutattak, volt pár percünk két lemez között, tudtunk picit beszélgetni, tehát nagyon nem tudtunk megismerkedni, de az emlék megmaradt, még a fotó nem is mindig van róla. Öröm volt hallgatni, és így nagyon örülök, hogy folytathatjuk majd ezt a beszélgetést, hiszen annyi történet és emlék van még, amit nem tudtunk felidézni. Kedves nézőink, nekem azért is érdekes, mert ugye van egy kép azoknak, akik nem ismerik a diszkók és a klubok világát, van egy kép előttük arról, hogy most mégis hogy lesz valaki diszkós, vagy vajon hogy élnek a diszkósok. Hát tessék, itt most megismertünk egy fiatal embert, aki bizony nagyon szépen járta végig ezt az utat, és megismerhettük azt, hogy is lett valójában diszkós, aztán diszkósból vendéglátós. Nagyon sok emlék van még. Aki a Bahnhofba akkoriban járt, biztos, hogy örülni fog neki. Folytatjuk a beszélgetést Tunyogi Gáborral. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Viszontlátásra!